A felemás korláton gyakorol ez a fiatal lány. Ez a szer is a meghatározó sporteszközök közé tartozik, városunk tornatáborában. A 11 éves hagyományokkal rendelkező eseményt második alkalommal rendezik meg Dunaújvárosban, ahol a fiatal tehetségek kapnak lehetőséget tudásuk bővítésére. Igazából hobbi tornász vagyok, mert hetente kétszer járok is. Másfél órát edzek, és igazából nem nagyon megterhelő, és én nagyon szeretek tornázni. Nekem a talaj a kedvenc szerem, mert sok elemet szoktunk ott csinálni, és nem olyan nehéz ott se elemeket csinálni, mert ugye az egy nagyon kemény talaj, és nem nehéz ott se. A tornatábor résztvevői meghatározott napi rendszerén töltik az idejüket. A délelőtti órákban edzésen gyakorolnak, majd az ebédidőt és a pihenőidőt követően délután ismét birtokba veszik a tornaszereket. Az egyhetes tábor alatt többek között városnézést is szerveznek, amelyet azért tartanak fontosnak, mert vannak svédországi tornászok is a táborban. A mi tornászaink hobbi tornászok, ők már ügyesebbek a svédek a hobbi tornászainknál, de próbálunk minél szorosabban együtt dolgozni velük. Igazándiból a korosztály majdnem egyforma, 11-12 éves korosztályról beszélünk, úgyhogy igazándiból működik a munka teljesen. A tornatábor Török Dániel tornász majd edző kezdeményezésére indult egy Svédországban eltöltött edzőtábor eredményeként. A cseretáborozás először Makó és Fechterin között volt, amely aztán átkerült városunkba. 2004-ben voltunk egy nagyszabású edzőtáborban, ott kint Svédországban, akkor én még tornászként voltam jelen, és annyira jól sikerült ez az ismerkedés, ez a barátkozás, hogy innentől kezdve minden évben csere edzőtáborokat folytattunk, hol Makón, hol pedig a svédországi Westervik nevű kisvárosban. 2013-ban én áthoztam ezt a kapcsolatot Makóról, és az volt az első év, amikor a svédországiak idejöttek már Dunaújvárosba, magyar családoknál szállásoltuk el őket, akik az edzőtáborban ugyanúgy részt vettek. 2014-ben már a dunaújvárosi gyerekek voltak Svédországban, és most ez a harmadik alkalom, hogy itt most svéd-magyar dunaújvárosi Westervik dunaújváros színek vannak a tornateremben, és egy szabad programokkal, ország-város ismertetőkkel egybekötött szakmai szimpózium jellegű edzőtábor folyik, ami évről évre nagyon sikeres, és a bent lévők nagyon élvezik. A tornatábor a szülők támogatásával és közreműködésével valósult meg. A cserekapcsolat várhatóan a következő évben is folytatódik, amikor is a dunaújvárosi gyerekek utaznak Svédországba.